Tisztelettel köszöntöm a nézőket, a méhészpercek márciusi adását látják. Elérkezett a tavasz első hónapja. Igaz, még nem érezzük az időjárásban, de a méhek a kaptárban már keményen dolgoznak. Már a fiasítást nevelik, 35 fokos hőmérsékletet tartanak a kaptárban, már kisebb mennyiségű virágport is sikerült begyűjteniük az elmúlt időszakban, amikor kedvező volt a hőmérséklet, de még telelőfűrben vannak. Bent az élet eléggé szorgos, vizet próbálnak visszaszedni a kaptár oldalán lecsapódó párából, abban a pillanatban, amikor egy kicsit kividul az idő, déli órákban vízért tudnak kirepülni. A virágpor, a víz, a bent található méz segítségével fiasítást nevelnek. Már kikeltek az első utódok ebben az évben. Alig várják, hogy nagy mennyiségű virágport tudjanak a kaptárba behordani. A méhészeknek ebben az időszakban nagyobb munkája igazából nincs. Egy kis cukorlepénnyel, mesterségesen készített kis eledellel próbáljuk a bajba jutott családokat kisegíteni, élelemet próbálunk nekik bejuttatni a kaptárba. Egyéb munkálatokat igazából a kaptáron belül ebben az időszakban nem lehet megtenni. Azonban ettől sokkal szorgosabb lesz a március második fele, amikor kaptárbontással megállapítjuk a családok állapotát, segítjük a bajba jutottokat, akár egészségügyi segítséget, akár az élelempótlással történő segítséget adunk meg nekik ahhoz, hogy felkészüljenek a nagy munkára, amit majd a következő hónapokban fognak végezni. Ezek közül a munkálatok közül az egészségügyi munkálatok az egy általános fertőtlenítés, a kaptárat segítünk kitakarítani az aját, ne nekik kell sem velük kínlódni. Ellenőrizzük, hogy éléskörük vannak-e rajtuk, vagy nincsenek. Ennek megfelelően, ha szükséges, akkor gyógykezelést alkalmazunk, és ha úgy látjuk az élelemkészletüket, akkor úgynevezett serkentő etetéssel próbáljuk intenzíve fiasítás nevelésére fogni őket. A méhek a természetes táplálékforrásai közül jelenleg, vagyis március második felében igazából csak a virágport fogják megtalálni, azt azonban nagy mennyiségben, ami egy robbanásszerű fejlődést fog elindítani a kaptár belsejében, nagyon nagy mértékben kiterjesztik a fiasítást, és őrült erővel készítik a népességet a tavaszi hordásra. A műhely munkák nagy része ilyenkor már a műlépezésre szorítkozik, ami azt jelenti, hogy előkészítjük a kereteket arra, hogy a tavasszal, a gyümölcsvirágzás idején be tudjuk adni a kaptárba, amelyeket ők majd ki fognak építeni, és ebbe fogják tárolni az idei mézet, illetve az idei fiasítást. Kerti munkáink közül igazából arra kell odafigyelnünk, hogy a tavaszi lemosó permetezések után, amikor majd a virágzás beindul, olyan permetszerrel igazából ne permetezzünk, amelyek a rovarokra károsak. Ez nagyon fontos, ezért a békés egymás mellett élés érdekében erre nagyon oda kell figyelni a kertgazdáknak is. Nem marad más hátra, csak arról beszélnünk, hogy milyen társadalmi események válhatóak az elkövetkezendő időben. Március hónapban Tiszaosvár és vidéke Méhész Egyesületének két alkalommal lesz rendezvénye. Az első rendezvénye az március 14-én szombaton délelőtt 10 órától lesz a Találkozások házában, ahol dr. Csaba György állatorvos fog előadást tartani a méhek aktuális egészségügyi problémáiról. A másik találkozás, vagyis eseményünk az március 28-án lesz. Ebből az eseményen Tóth Péter növényorvos fog előadást tartani a magyarországi méhmérgezésekről, nagyobb méhpusztulásokról, amelyek az elmúlt évben környezetünkben is jelentős mértékben előfordult. Ezek a társadalmi események azok, amelyek a méhészeket összehozzák még ebben a hónapban, mert ezt követően igazából nem lehet őket összeverbúválni, mert mindenki a saját kaptára mögött fog állni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!